Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket! Fákat döntött ki a viharos erejű szél, Sopronban is több helyre riasztották a tűzoltókat. 76 éve történt, a Doni áttörés áldozatai előtt tisztelget Sopron. És sok a lyukas, szuvasfogú kisgyerek. A 6 évesek több mint fele fogászati ellátásra szorul, derül ki egy felmérésből. Az erős szél miatti káresetekhez hétfőn több esetben riasztották Győrmoson Sopron megye tűzoltóit. A 84-es főúton Sopron és a határ között dőlt az útra egy fa. A tűzoltók feldarabolták a forgalmi akadályt jelentő növényt. Az Erzsébet utcában egy három emeletes társasház lemezteteit bontotta meg a szél, a Színház utcában pedig egy ház tetején a kúpcserepek mozdultak el. A veszélyt jelentő tárgyakat a tűzoltók eltávolították. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden egész napra elsőfokú riasztást adott ki az erős szél miatt a soproni járásra. A Doni áttörés 76. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést hétfőn Sopronban. Beszédet Német Csaba Károly honvéd százados mondott, aki kiemelte, hőseink példaértékű hitéből, hazaszeretetéből kell erőt, bátorságot merítenünk a jelen és a jövő kihívásaihoz. A Don kanyar felől, alál szelesöpöl. Multidéző jelenetek és versek. A Szentorsolya Római Katolikus Gimnázium tanulói irodalmi összeállítással tisztelegtek azok előtt a magyar honvédek előtt, akik a Donkanyarban mintegy 2000 kilométerre hazájuktól küzdöttek a fagyos télben 1943. januárjának közepén. Az áttörésnél 100 000-en estek el vagy sérültek meg, és mintegy 28 000-en kerültek hadifogságba. Rájuk emlékezett beszédében Német Csaba Károly honvéd százados. Méltó módon kell emlékeznünk az életünket áldozó hősökre, az orosz harcmezőn jeltelen sírba temetett honvédekre, apákra, fiúkra és testvérekre, akiket hiába vár haza családjuk. Nem felejtjük azokat, akik a fogoly táborokban szenvedték végig, és hazaérkezésük után sem élvezhették a társadalom megbecsülését, hiszen az erőszak évtizedeiben szólni sem volt szabad megpróbáltatásaikról. A jövő érdekében emlékezzünk tehát, hiszen a vereségeinkről és próbatételeinkből tanulnunk kell, hőseink emléke erőt ad, hogy tudással, szeretettel mindig újraépítsük közösségünket és nemzetünket. A megemlékezés végén a város nevében dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok és Filip Márk önkormányzati képviselő helyezett el koszorút a II. Világháborús emlékműnél. Az eseményen jelen voltak intézmények, szervezetek vezetői, valamint önkormányzati képviselők és magánszemélyek is lerótták tiszteletüket. Közreműködtek a Honvéd Hagyományőrző Egyesület soproni tagozata és a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör tagjai. A soproni rendőrök hétfő éjszaka a kábítószer találtak egy 26 éves férfinél, akit közúti igazoltatás miatt állítottak meg. Az intézkedéskor a férfi elmondta, hogy indulása előtt marihuánás cigarettát fogyasztott. A rendőrök a személygépkocsi átvizsgálásakor az autóban 2 növényi őrlőt is találtak. A jármű vezetőjét elfogták, mintavétel céljából előállították, majd ezt követően a soproni rendőrkapitányság nyomozói a 26 éves R. Rolandot kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Több mint 20 hazai fellépőt jelentettek be a Volt Fesztivál szervezői. Június 26-a és 29-e között Sopronba látogat többek között az AK-26, a Belga, a Velhello és az Irene Mafia is. A neveket a rendezvény Facebook oldalán hozták nyilvánosságra kedden. Korábban már bejelentették, hogy az idei Volton fellép a Slipknot, koncertet ad Slash, valamint Pár of Stellar és Robin Schulz is szórakoztatja majd a közönséget. A 6 évesek több mint fele fogászati ellátásra szorul, kiskamaszkorban pedig már több szuvasfoguk van. Ez derül ki egy országos szűrőprogramból. A soprai fogászatokon is ezt tapasztalják a szakemberek. Szerintük a rendszeres fogápolás hiánya, valamint a cukros üdítők és édességek jelentik a jelenség fő okát. Fogat mosnak a gyerekek a Soproni Egyetem Levinszkián a gyakorló óvodájában. Itt azt tapasztalják, hogy a gyerekek jó szájhigiénés szokásokkal rendelkeznek. Az óvodavezető szerint ez annak köszönhető, hogy a lurkok jó példát látnak otthon.
Úgy látom, hogy nagyon fontos szerepet tölt be a száj- és fogápolás. A gyerekek minden reggel már úgy jönnek el, hogy otthon fogat mostak, és tudom, hogy este is a lefekvés egy fontos része, a mesén kívül a fogmosás. Ezért nekünk könnyű dolgunk van. Itt az óvodában ebéd után mosunk fogat közösen, illetve akkor, amikor nassolás van esetleg napközben. Kimehetnek egyénileg is, de csoportosan ebéd után együtt mosunk fogat. Tulajdonképpen nem is kell megtanítanunk a fogkefe használatra, vagy a fogkrém kinyomására. Arra kell figyelnünk, hogy ne pazaroljanak a gyerekek, mert nagyon jó minőségű és drága fogkrémeket hoznak a szülők. A kicsiknek segítünk a fogkrém adagolásában, a nagyok már nagyon jól végzik ezt. Az óvoda alapvető feladata, hogy a személyes higiéniai szokásokat megalapozza. Ebbe beletartozik a helyes fogápolás is. Ha a gyerekek már ebben a korban megtanulják ezt, akkor egészséges felnőttekké válhatnak. Ezért ebbe az óvodába fogorvos is megvizsgálja a gyerekeket. Nagyon kedves doktornéni jár hozzánk évente két alkalommal, rendszeresen szűri a gyermekeinket, és egyre kevesebb probléma van. A szülők szerencsére nem nassoltatják a gyerekeket, tehát tudják, hogyha sok édességet kapnak, azzal kárt tesznek a gyermekeik foguképségében. Ebben a soproni fogorvosi rendelőben azonban más tapasztalnak, ide sok lyukas vagy szúvas fogú gyermeket hoznak a szüleik. Jó pár lyukas foggal rendelkező gyermek keres meg minket, illetve a szüleik. Fontos lenne nagyon az, hogy már ez otthon elkezdődjön, kiskorban hozzá lejjenek szoktatva a gyerkőcök, lássák igazából a példát a szülőknél, és utána pedig hozzá be legyenek vonva először egy játékos fogmosás keretében, akár úgy, hogy ők is megmossák a szülőknek a fogát, és utána pedig a szülők rá tudják vezetni így a gyermekeket, hogy alakuljon ki ez a fogmosási szokás, illetve szájhigiéniára való nevelés. Másik problémát jelenti az, hogy az óvodában kevés időt tudnak erre fordítani, a óvónénik nem tudják leellenőrizni így mértékben a szájápolást, és mire már otthon erre sor kerül, jó esetben este történik meg. A szakorvos szerint a szájhigiéni elhanyagolása már kisgyermekkorban okozhat problémákat, hiszen a tejfogakban is találhatóak idegvégződések, illetve ha a gyermek nincs rászoktatva a mindennapos fogmosásra, felnőtt korban sem lesz erre igénye. Ezeken a fogakban is ugyanúgy található érés ideghálózat, így amikor eléri, nagyon könnyen gyorsan romlanak ezek a fogak, elérik az ideget, akkor elég kellemetlen fájdalommal rendelkeznek a gyermekeknek, sokkal kisebb a fájdalomtűrő küszöbük, és ezen idegeknek a begyulladásával kellemetlen következménye lehet, illetve bakteriális fertőzéssel, még akár kényes gyulladások is kialakulhatnak. Ilyenkor keresnek meg minket a szülők, hogy azonnal valamit próbáljunk meg nekik segíteni. Az alapos fogmosás naponta kétszer, legalább 3 percig tart, fluorid tartalmú fogkrém, épp sörtéjű fogkefe és megfelelő technika kell hozzá. A fogorvos azt tanácsolja, hogy a cukrus üdítőket és az édességeket, leginkább a gumicukrot kerüljék a gyerekek. Autista a gyermekem, ezzel a címmel jelent meg nemrégiben Mocsonoki Anna hiánypótló interjú kötete. A szerző saját maga is autista fiatalt nevel. Az érintett szülőket segítő kötetet Sopronban is bemutatták az Autitok Egyesület szervezésében. Egy szülő, ha autista gyermeke születik, úgy érzi, egyedül marad a problémájával, mondta Mocsonoki Anna az Autista a gyermekem című interjú kötet soproni bemutatóján. Ahány szülő annyiféle módon éli meg, ha beteg gyermeke születik, de kapaszkodókra mindenképpen szüksége van, mesélte a szerző, aki saját maga is érintett a témában, autista fia, 26 éves. Ez inspirálta az interjú kötet elkészítésében. Beszélünk már az autistákról, viszonylag sokat lehet tudni. Ők maguk is most már nyilatkoznak, beszélnek, elmennek akár előadást is tartani, sőt, ugye színdarabok vannak, mozifilm, ilyesmi ez. De a szülői oldalt azt igazából soha sehol nem látom. Amiben itt kapaszkodni tudtam, az a szülői, maga a szülői csoport, ahová jártam évekig, az nekem nagyon sokat jelentett, ahol elmondhattam, vagy sírhattam, vagy nevettünk, vagy mindent együtt, de nem volt elég, illetve arra vágytam, hogy megéljem, hogy mások is, hogy megtudjam, hogy mások, hogy érezhetek-e úgy, ahogy én érzek, lehetnek-e olyan borasztó gondolataim, és ilyen magam elvesztése.
Az interjúkötet több szempontból is segítséget nyújt az érintett szülőknek. Megoldási stratégiákat találhatnak benne saját nehézségeik kezeléséhez. Rengeteg tapasztalat van benne, rengeteg akár úgy recept is, hogy valamit abból, valamire ráérez, valamit magáinek érez, akár egy mondatot, akár egy megérzést, akár csak hangulatot, vagy az, hogy azt a ráismerést, hogy jé, ő is, én is, így is lehet. Hogy ő utána azt ebből mit tud hasznosítani, az már megint egyéni függő, mint minden. De az összes visszajelzés, amit kaptam, az egészen megható volt számomra, mert sokan írtak nekem, és nagyon-nagyon szépek ezen őket, hogy az pont erről beszéltek, hogy nekik milyen nagyon sokat jelentett, hogy nem tudták letenni, hogy mennyire nagyon fontos ez, és hogy azt mondták, hogy hiánypótló valóban, és hogy nagyon jó ez. Az Autitok Egyesület ezzel a rendezvényen is az érintett soprani szülőknek és a szakembereknek próbált segítséget nyújtani. Útjának indult a labda a soprai teremlabdarúgó bajnokság első fordulójában. A megmérettetésre 24 csapat jelentkezett, ezen együttesek közül kerülnek ki a legjobbak. A kispályás bajnokságok csapatai nem ismeretlenek egymásnak, hiszen számos együttes már évek óta küzd egymás ellen a különböző megmérettetéseken. A lebonyolítás hasonlóan valósul meg, mint eddig. Alsó és felsőházi kialakításban mérkőznek meg a csapatok. 6-4-es csoportba sorsoltuk be őket, és amikor a csoportmérkőzések leperegnek, utána a középdöntők, annak egyenesságú kiesés, és február 23-ára tervezzük a döntőt. Alsó tagozatos iskolások mérték össze tudásukat a hétvégén a 21. regionális atlétikai bajnokságon. A gyerekek 5 számban versenyeztek csapatverseny jelleggel. A bajnokság soproni állomását mindkét korcsoportban a Tatabánya nyerte. A megmérettetés márciusban folytatódik. Gátfutás és váltófutás is szerepelt a programban a hétvégén a 21. regionális atlétikai bajnokságon. A versenyre nem csak Sopronból, hanem Tatabányáról, Mosonmagyaróvárról és Győrből is érkeztek csapatok. Ez a Sport 21 programnak a 2019-es évi első versenye, ami 18 csapat vesz részt, Győr, Moson, Sopron és Komárom, Esztergom megyéből. A gyerekek 5 versenyszámba küzdenek csapatverseny jelleggel, rövid gátváltóval, utána helyből távolugrás, aztán medicindobás, majd helyből 3-as, illetve 5-ös ugrás lesz, és a végén egy hosszú gátváltóval zárnak. A versenyen U11-es és U13-as korcsoportban indulhattak a gyerekek. A megmérettetés márciusban Tatán mezei futóversennyel és Győrben pályabajnokságokkal folytatódik majd. A verseny soproni állomását mindkét korosztályban a Tatabánya csapata nyerte. Sopron legjobb sakkozói mérhették össze tudásukat a hétvégén. Az egyéni villámbajnokságban 11-en indultak el az első hely megszerzéséért. A harmadik helyet Mennyhárt Ernő szerezte meg, míg második Köncöl Tamás lett. A mezőny legjobbjának pedig Kovács Zoltán bizonyult. A helyezetteknek nem kellett üres kézzel távozniuk, oklevéllel és serleggel gazdagodtak a legeredményesebbek. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Bánáti László, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT kommunikációs és parkerdei igazgatója lesz. Utána Kávé 2-esben című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán változóan felhős napos idő várható, csapadékra nem kell számítani. A szeles időben a legmelegebb órákban 7 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.